Camilla Parker Bowles évtizedeken keresztül a másik nő, a harmadik fél volt Carol és Diana házasságában, mely részben a párválásához vezetett, és Carol életrajzírója szerint a modern monarchia legsötétebb napjait eredményezte. 2023. májusában férjével, Carollyal királynével koronázzák Camillát, aki végül 2005-ben házasodott össze élete szerelmével. De mit lehet tudni a nőről, aki talán az egyik legmegosztóbb személyiség a brit közéletben, és aki éveken keresztül karaktergyilkosság és a sajtó heves támadásainak középpontjában állt. Camilla Rosemary Shan néven született 1947. július 17-én a King's College Hospitalban Londonban, Major Bruce Middleton Hope Shand és Rosalind Maud Shand lánykori nevén Cabot legidősebb gyermekeként. 1949-ben született meg húga, Annabel, 1951-ben öccse, Mark, aki 2014-ben hunyt el. A családja tehetős volt, Plumptonban, Sussexben nőtt fel, az apja magasrangú katonai vezetőként szolgált, míg édesanyja arisztokrata családból származott, a Shannével által pedig a család a legfelsőbb társadalmi körökben mozgott, jó kapcsolatokkal rendelkezett. A család igen tehetős volt, és a felső osztályhoz tartoztak, azonban nem folyt bennük királyi vér. A kis Camilla családi élete szeretetteljes és boldog volt, gyakran játszott együtt a testvéreivel, az apjuk esnémesével szórakoztatta őket, és talán emiatt is lett az élete része az olvasás már igen fiatal korától kezdve. Az anyjuk pedig érdekes programokat talált ki a gyerekeinek. Camilla fiatalon megtanult lovagolni, az otthonokban kutyák és macskák vették körül, a királyné szerint a gyerekkora minden szempontból tökéletes volt. Camilla először a Sussexi Dumbrell Schoolban tanult, később pedig a Dale Kensingtoni Queensgate School bentlakásos lányiskola növendéke lett, ahol Milla néven ismerték, továbbá iskolatársai között gyorsan elterjedt a hír, hogy dédanyanyja Alice Keppel 7. Edward király szeretője volt. Az információ pedig magától Millától származott, visszaemlékezések szerint a 10 éves kislány megparancsolta a többi gyereknek, hogy hajoljanak meg előtte, mert a dédanyanyja a király szeretője volt, tehát ők is gyakorlatilag királyok. A kislány Camillát kisfiús külsővel írták le, akinek végtelen humorérzéke és öntudatának hiánya volt, emiatt pedig mind a fiúk, mind pedig a lányok kedvelték összességében. 16 évesen hagyta el az iskolát, már az olvasás szeretetével felfegyverkezve. Később Svájcban és Franciaországban tanult, majd visszatért Londonba, ahol a társaság debütálójaként léphetett be a legfelsőbb körökbe, mindemellett pedig egészen népszerű ifjú hölgy is volt. 1965 körül 17 éves korában ismerkedett meg későbbi férjével, Andrew Parker Bowles-szal, a Royal Horse Guards tisztjével, aki nem mellesleg a szezon egyik legpartiképesebb aglegénye volt. Camilla és Andrew 7 éven keresztül rendezvóztak Chevalet Chanel Curled viszonyban, miközben a férfi számos másik nővel is folytatott viszonyt, köztük 1970-ben Anna hercegnővel, Károly húgával. Camilla és Károly 1971 nyarán találkoztak először, ekkor Camilla 24, Károly 22 éves volt. Windsorban egy pólómeccsen a chilei nagykövet lánya mutatta be egymásnak a fiatalokat, akik között, ahogy mondani szokás, megvolt a kémia, és az ezt követő 18 hónapban a kezdeti barátság gyorsan szerelemmé alakult át. Ettől függetlenül Károly tudta, hogy a szülei sosem egyeznének bele, hogy feleségül vegye a szerelmét, Camilla családi háttere miatt, ami noha tehetős volt, nem volt eléggé arisztokrata, illetve Károly keresztanyja, Patricia grófnő úgy írta le, hogy történetük van, ezzel utalva a királyi szeretőre. 1973. márciusában, miközben az akkori Károly herceg egy 7 hónapos karibi küldetésen tartózkodott, kapta a hírt, hogy Camillát eljegyezte Andrew Parker Bowles. Az esküvőt 1973. július 4-én tartották, melyen részt vett Anna hercegnő, illetve Erzsébet királyné, az anyakirályné is, miközben Károly a Minerva hajó fedélzetéről küldte el sajnálatát. 1974-ben megszületett Camilla első gyermeke, Thomas Henry Parker Bowles, majd 4 évvel később még egy csemete követte, Laura. Thomas keresztapja Károly lett. Camilla házasságának első éveiben az életrajzírók úgy jellemzik a Károllyal való kapcsolatát, hogy plátóinak volt mondható, azonban második gyermeke születése után nem sokkal ismét egymás karjaiban kötöttek ki, majd az akkori Walesi herceg dédnagybátyja, Lord Mountbatten halála után is kedvesek karjaiban keresett menedéket. Ez a románc 1981 elejéig tartott, amikor Károly eljegyezte Diana-t. A 80-as években Camilla Károly közeli barátja és bizalmasa maradt, gyakran jártak együtt színházba, továbbá ugyanazokban a körökben mozogtak, így sokszor találkoztak különböző társasági eseményeken is. Később Károly többször hangoztatta, hogy a Diana-val kötött házassága elején hűséges volt a feleségéhez,
és csak akkor kezdett ismét viszonyba Camillával, amikor a Velszi hercegnével visszamolhatatlanul megdomlott a kapcsolata. 1989-ben Camilla nővérének, Annabella Liotnak a 40. születésnapi bulián, de Diana számon kérte Camillát a férjével való kapcsolatának természetéről. Andrew Morton későbbi 1992-ben megjelent életrajzi könyvében, a Diana igaz történetében azt írja, hogy Diana annyit mondott Camillának, hogy tudom, mi folyik közted és Károly között, és csak azt akartam, hogy tudd, hogy tudom. Morton szerint Camilla azt válaszolta Dianának, hogy a világ összes férfia a lábaid előtt heved, és van két csodaszép gyermeked, mi mást akarsz még, mire Diana annyit felelt, hogy a férjét. A viszony ettől függetlenül folytatódott, Károly 1994 nyarán életrajzírójával, Jonathan Dimbleby-vel készült interjúját a televízió is közvetítette, melyben az akkori Velszi herceg bevallotta hűtlenségét, továbbá a Diana hercegné iránti érzett rokon szenv hiányát, illetve erősen érződött, hogy Károly egyre távolabb csodódott a családjától. A következő évben, 1995. januárjában Camilla és Andrew Parker Bowles bejelentették a válásukat, arra hivatkozva, hogy az egész házasságok alatt más érdeklődési körökkel rendelkeztek, azonban az elmúlt években teljesen független életet éltek egymástól. 1995. novemberében készült a híres panorámai interjú Diana hercegnével, aki többek között azt is elmondta, hogy hárman voltak a házasságában, emiatt pedig kicsit zsúfoltnak érezte azt. Hetekkel az interjú után a királynő azt javasolta a Velszi hercegi párnak, hogy el kellene válniuk méghozzá mi hamarabb. 1996. augusztusában véglegesítették a válást, Diana hercegné 1997. augusztus 31-én vesztette életét Párizsban egy autóbalesetben. A Diana halálát követő hónapokban Károly és Camilla meghúzták magukat, ami nem csoda, hiszen a hercegné halálával még nagyobb figyelem és negatív közvélemény irányult rájuk. Camillát ekkor sűrűn élették a gonosz bosszotka házasságtörő jelzőkkel, na meg természetesen ennél sokkal durvábbakkal is. A királynő utasította Károlyt, hogy vessen véget a Camillával folytatott viszonyának egyszer s mindenkorra, azonban a trónörökös nem engedelmeskedett ennek a parancsnak. 1999. januárjában Camilla nővérének 50. születésnapi partiján, 2,5 évvel Károly válása után, és 18 hónappal Diana halála után jelent meg együtt először Károly és Camilla a londoni Ritz Hotelben, mely részben az évek óta tartó kapcsolatok hivatalos eltétele is volt a publikum szemében. Camilla 2000-ben találkozott a királynővel először azóta, hogy a Károlyjal való kapcsolatát a nyilvánosság előtt is hivatalossá tették, ez pedig gyakorlatilag II. Erzsébet engedélyét is jelentette a pár előtt. 2002-ben Camilla meghívást kapott a királynő aranyjubileumának ünnepségére is, ahol a királyi páholyban foglalt helyet az egyik koncerten. Károly közben a privát vagyonából 2 testőrt is fizetett Camilla biztonsága érdekében, aki noha megtartotta a családi otthonát, később 2003-ban beköltözött a Clarence House-ba, ahol akkoriban Károly élt. 2004-ben Camilla minden hivatalos megjelenésére elkísérte Károlyt, a bolvárlapok és a közvélemény pedig azt találgatta, hogy a pár mikor jelenti be az eljegyzését. Eközben az akkori közvéleménykutatások eredményei azt mutatták, hogy összességében a szavazók támogatták Károly és Camilla házasságát. Természetesen ettől függetlenül Diana hercegné támogatói továbbra sem fogadták el az újonnan kialakult helyzetet. A pár eljegyzését 2005. február 10-én jelentették be, Camilla pedig egy olyan gyűrűt viselt, mely a legtöbb feltételezés szerint az anyakirályné ékszert kollekciójának darabja. Nem csak a rajta lévő drága kövek, hanem a régre nyúló családi múlt miatt is értékesebb volt ez az eljegyzési gyűrű, mint a legtöbb modern társa a királyi családban. 2005. április 9-én házasodtak össze egy polgári szertartás keretein belül a Windsor Guildhallban, azonban eredetileg a Buckingham palotába tervezték a szertartást, amit azért fújtak le, mert ha ők ott esküdhetnek, akkor gyakorlatilag bárki kezdeményezhette volna a monarchia főhadiszállásán tartott esküvőt. A polgári szertartás után a Szent György kápolnában tartottak egy áldás szertartást, Service of Blessing, majd a fogadáson a királynő tosztot mondott az ifjú pára, melyben elismerte a kapcsolatukat. Camilla az esküvő után hivatalosan Velszi hercegnévé vált, azonban Diana miatt, aki széles körben nemet titulussal vált ismerté, nem ezt, hanem a Cornwalli hercegné titulust használta, mely a másodlagos titulusa volt, jelenleg pedig Katalin hercegné birtokolja, aki viszont a Velszi hercegné megszólítást használja. A törvények szerint a Velszi hercegné a férje, a Velszi herceg trónra lépésével automatikusan királyné, angolul Queen Consort-tá válik, azonban Camilla esetében nem volt ennyire egyértelmű a döntés a közvélemény és az alkotmányjog miatt,
Így Princess Concept hercegné rangról beszéltek, és ezzel terveztek vele kapcsolatosan sokáig. Nem csak a közvélemény, hanem az alkotmányjog miatt is kérdéseket vetett fel sokáig Camilla pozíciója, ugyanis egyes szakértők szerint a 2005-ös polgári házassága Károllyal nem érvényes, az 1753-as házassági törvény alapján, mely kimondja, hogy az egyetlen hivatalos házassági forma, melyet az angol törvény elfogad a királyi család esetében az, mely vallási alapon az anglikán egyház szín előtt köttetett. Erre viszont két elvált félnek ebben az esetben nem lett volna lehetősége, ahogyan Károlynak arra sem trónörökösként, ahogyan a húga, Anna hercegnő a válása után Skóciában házasodott újra templomban. 2005-ben a Lord Kancellár és a főjegyző is megvédte a párt házasságának érvényességét, ám azt elismerték, hogy amennyiben Camillából királyné lesz, további jogi kérdéseket vethet fel a téma. Nos, Camillából a második Erzsébet halálával királyné lett, én elég aktívan figyelem a híreket, és erre vonatkozó cikkeket sehol sem láttam. Az természetesen más kérdés, hogy a közvélemény mennyire kedveli akár Camillát, akár Károlyt, de a kedveltség iránta nem vett fel alkotmányos kérdéseket. Noha 2005-ben ez volt a másik nagy dilemma, hogy mi történik, ha Camilla királynéi rangja heves tiltakozásokat vált ki a publikumból. Jelenleg Vilmos herceg és Katalin hercegné a legkedveltebb királyi családtagok, viszont ahogyan a közvéleménykutatások eredményeiből láttam, a királyi pár sem panaszkodhat, a probléma akkor merülne fel, ha hasonlóan alacsony népszerűségi indexük lenne, mint például András hercegnek, aki súlyosabb dolgokkal érdemelte ki a népharagot, de az egy másik videó témája lehet. A monarchia kapcsán pedig egészen izgalmas belegondolni, hogy akár csak 25 év alatt is mennyit változhat a helyzet, nemhogy 100 év alatt, de én például ezt abszolút pozitívumnak érzem, hogy kezdik felvenni a fonalat a viszonylag gyorsan változó világgal és normákkal. A Velszi herceg egyébként a trónörökös titulusa, ezzel kapcsolatosan egy kis érdekesség, hogy amennyiben az uralkodó nő, ugye férje nem King Consort lesz, mert ez a cím magasabb lenne, mint a királynőé, ebben az esetben a férj herceg marad, ahogyan Viktória királynő hitvese is Albert herceg volt, vagy második Erzsébet királynő férje Fülöp herceg. 2022. februárjában második Erzsébet trónralépésének 70. évfordulóján maga a királynő fejezte ki a béli kívánságát, hogyha eljön az idő, szeretné, ha Camilla királyné lenne Princess Consort helyett. A királynő halála után egyébként a palota Queen Consortként hivatkozott Camillára, csak 2023 tavaszán a koronázási előkészületek alatt váltottak át Queen Camilla névre, mely sokkal inkább egy formalitás és az átmeneti időszakot volt hivatott jelölni. Ugyanis még magyarul a királynő az a nő, aki saját jogán uralkodik, a királyné pedig az, aki a saját jogán uralkodó férfi, a király hitvese, addig angolul mindkét pozíciót ki lehet fejezni a Queen-nel, lásd például Queen Elizabeth, ahogyan anno az anyakirálynét is hívták a férje uralkodása alatt, és második Erzsébet, ahogyan őt hívták a trónra lépése után. Hasonlóan érvényes egyébként a princeszte is, hercegnő az, aki annak születik, hercegné pedig, aki gyakorlatilag beházasodik a királyi családba. Erre jó példa Diana, aki hercegné volt, vagy az unokája, Charlotte, aki hercegnő, hiszen a jelenlegi trónörökös lánya. Camilla a történtek kapcsán a sajtó keresztüzébe került, fia Tom 2017-ben úgy írta arról az időszakról, hogy voltak olyan napok, amikor az újságírók a bokrokban bujkáltak a völgyszerű otthonuk előtt, és többé nem tudtak olyasmit mondani, ami megsértené őket, hozzáadva, hogy az anyja gyakorlatilag gólyóálló. Camilla azt mondta arról az időszakról, hogy senki sem szeret 0-24-ben a figyelem középpontjában lenni, de meg kell találni a módot, hogy együtt tudj élni vele. Egy másik érdekes kérdés Károly gyermekeinek kapcsolata Camillával. 2005-ben, néhány hónappal az esküvő után az akkor 21 éves Harry herceg azt nyilatkozta, hogy csodálatos nő, aki boldoggá tette az apjukat, noha a Tartalék című könyvében már közel sem ennyire pozitívan ír róla. Főleg, hogy állítása szerint kikötötte Károlynak, hogy mindegy mit csinál, csak ne vegye feleségül. Vilmos és Katalin részéről valóban pozitívnak tűnik a kapcsolat, legalábbis a testbeszéd szakértők ezt állítják, mert szóban nem igen nyilatkoznak erről a témáról. Az viszont tény, hogy Camilla nagy utat járt be, az utóbbi években második Erzsébet királynő tiszteletét is kivívta,
A házasságtörő szeretőből pedig a brit királyi család egyik legszeniódabb tagjává vált. 2023-ban a The Independent Camillát nevezte meg az év legbefolyásosabb nőjévé. 1994-ben, 95-ben, 2001-ben és 2006-ban Richard Blackwell az év legrosszabbul öltözött brit nőjének választotta, noha a második házasság után elkezdett kifinomultabban öltözködni. A legnagyobb divatházak ruháiból válogathat, azonban a nude, a fehér és a kék színek a kedvencei, melyek kerek nyakvonallal párosulnak, mind emellett az általa viselt ékszerek is említésre méltóak összességében. Az átalakulást pedig a Tatler magazin is díjazta, aki 2018-ban már a legjobban öltözött emberek listáján hozták le Camilla nevét, a Brit Vogue 2022. júliusi számában pedig a saját ruhatárából válogattak a fotózás kapcsán. Függetlenül attól, hogy ki mit gondol róla, Károlynak szüksége van rá, olyankorban szagadt a nyakába élete feladata, amikor mások már a nyugdíjas éveiket élvezik, amihez elengedhetetlen egy odaadó, támogató társ jelenléte. Camilla egyébként nem csak a férjét támogatja, hanem öt unokájával is szívesen tölt időt, továbbá kiemelt figyelmet fordít a csontritkulással foglalkozó szervezetek támogatására, mely betegség édesanyját és nagymamáját is érintette. Emellett a családon belüli erőszak, a szexuális erőszak és bántalmazás témájára is igyekszik felhívni a figyelmet, sok ilyen szervezetet is támogat. Nem utolsó sorban pedig Camilla szeret olvasni is, 2021. januárjában hozta létre Instagramon a Royal Reading Room nevű olvasóklubját, melynek neve idén tavasszal változott meg Queen's Reading Room-ra. A királyné szezononként ajánl könyveket, melyek kapcsán tematikus hónapokat tart, interjúkkal, érdekességekkel és nagyjából teljes képet adva az adott műről és szerzőjéről. A Bookstagram fiókja mellett pedig az olvasással és a könyvekkel kapcsolatos szervezetek is élvezik támogatását, az irodalmat igyekszik minden formában támogatni. 57 évesen ment hozzá Károlyhoz, a királyi feladatok is ezután jöttek, amikben nagyon sokszor, mintha kínosan és feszengve érezné magát a mai napig, ami tulajdonképpen nem csoda. Véleményem szerint Camilla célja nem az volt, hogy királyné legyen, sokkal inkább az, hogy végre hivatalosan is ahhoz a férfihoz tartozzon, akit egész életében szeretett, és aki miatt a legocsmányabb sajtó által is eldobálást is rezignáltan tűrte. Ez a szerelem és egymás iránti rajongás pedig folyamatosan látszik köztük. Nem akarom felmenteni, és ez nem is az én tisztem, ahogyan a Károlyról szóló videóban is elmondtam, a szerelmi három vagy négy szög inkább egy tragédia, amiben Károly nem volt hajlandó belenyugodni, és feláldozni érte a boldogságát. De végső soron hibáztatható ezért. Egy közembernek is megvan a joga, hogy azt választhatásául, akit szeretne, monarchia ide, arisztokrácia oda, mégiscsak emberekről beszélünk, nem pedig robotokról. És ne feledjük, hogy mi a történetnek csak egy darabkáját ismerjük, ebből tudunk véleményt alkotni, a teljes igazságot pedig csak ők ismerik. Ha tetszett ez a videó, akkor nyomj egy lájkot, ha pedig érdekesnek találod a tartalmaim, és még nem tetted, iratkozz fel a csatornára, még több hasonló videóért. Köszönöm, hogy itt voltatok, és remélem találkozunk a következőben. Sziasztok!